nagy ellenfele vagyok a liberális, belemőtlen jegybanki és monetáris politikát. És nagy híve vagyok a konzervatív, felelős jegybanki monetáris politikát. Ez két egészen különböző jegybank, ez két egészen különböző monetáris politika. A liberális felfogású, felelőtlen monetáris politika megengedte a devizahitel állomány felépítését. Mert azt mondta, hogy a piac elintézi, majd a piac elrendezi, ráadásul láthatatlan kezével mindazoknak a helyzetét, akik fölvették a devizahiteleket. Most már látjuk, sokan láttuk korábban, és ez nem így van. A magyar kormánynak, a bankrendszernek nagyon sokat kellett tennie azért, hogy valamelyes könnyebbé váljon a devizahitelesek helyzete Magyarországon. Azért is vagyok jelentős mértékben a liberális és felelőtlen monetáris politika ellen, mert ez azt is mondja, kimondva vagy kimondatlanul, hogy a jegybank, a jegybankok az Európai Unióban nem csak függetlenek a kormányoktól, ez rendben van, ez benne van a jegybank törvényben. Ez jó dolog, függetlennek kell lenni a kormányoktól, hanem igazából nem is részei az államnak, a nemzetállam. Valójában egy másik uniós intézménynek a része. Most ez nem így van. Nem divat pártkötődésű alkotmánybírókat, és különösen nem divat pártkötődésű jegybank elnöket jelölni ezekre a pozíciókra. Ez két világ, két gondolkodásmód, ebből következően semmilyen körülmények között ezt a típusú gondolkodásmódot, ezt a típusú jelölést egy európai demokráciában nem lehet támogatni. Fontosnak tartja és hangsúlyozza az infláció elleni küzdelmet. Ezt én is fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy ebben egyébként az kiderült, hogy a kormánnyal együttműködő, a célokat közösen meghatározó jegybank sikeresebb lehet. Hiszen amikor a kormány hozzányúlt a rezsiköltségekhez, akkor már is látszik rögtön, hogy abban a pillanatban egyébként lefelé tud menni az infláció célértéke, és ezzel a Nemzeti Bank munkáját is segíteni tudja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy tanulság a jövőre nézve is.